mai napon Rachel Joyce-nak a könyvét szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani. Harald Fry valószínűleg utazása címet viseli, ami önmagában talán nem sokat mond. Elolvasva a fülszövegét, azonban nyilvánvalóvá válik, hogy tényleg egy csodálatos utazásról szól, még hogyha hétköznapi dolgok is játszódnak mindebben a regényben végig. A regény főhőse, Mr. Fry, nyugdíjas ember, aki kap egy levelet egy egykori munkatársától, aki halálos ágyában egy hölgytől, és gondolta, hogy válaszol neki. És aztán elindul a postaládához, hogy feladja a levelet, de végülis nem állít meg, hanem úgy gondolja, hogy ő elindul gyalog megkeresni a haldoklót. Most ez azért furcsa talán így elsőre, mert azért nem a szomszédba kellett neki menni. Ha valaki úgy angliai térképen ismerős, Kingsbridge egészen a déli részén van Nagy-Britanniának, míg Berwick, ahova ő el szeretne jutni, az pedig Skócia keleti partjánál található, tehát egy 1000 kilométeres gyaloglásról van szó. De ő egyszerűen egy hétköznap reggel, mikor elindul a postához, aztán tovább megy, és aztán ezt csak átmegy a szomszéd település, és aztán onnan is tovább. Most így kezdődik ez az utazás, és nagyon sok minden történik mindez alatt. Persze a felesége, aki otthon van, nem tudta, hogy mi történik vele, és aztán mindenki érdeklődik, meg sok mindenkivel találkozik. Tehát tényleg számos dolog történik. Követőkre talál, akik nagy csapatban kezdik el őt, mint egy messiást követni, akik aztán végül is eltűnnek a környezetéből, és ő végül is eléri a célját, de hogy valóban eléri a célját, azt csak azt fogja megtudni, aki elolvassa ezt a regényt. Egyébként nagyon olvasmányos és tanulságos, és azt annyit elárulhatok, hogy van azért egy komoly csavar is a végén benne. Jó szívvel ajánlom mindenkinek kikapcsolódáshoz.